Ez egy különleges időszak. Most magyarázzák el a szakértők nekünk, tudatlan barmoknak, hogy miért tévedtünk nagyot, amikor hittünk nekik. Kizár dolog, hogy háború legyen, teljesen valószínűtlen, Putyin, ó, ez a ravasz róka csak fenyeget. Aztán kiderült, hogy nem csak a közvéleménykutatók és a stylistok munkája fulkamú, hanem a biztonsági szakértőké is. Putyin ugyanis nem tűrte az Ukrajnában zajló népírtást, amit a KGB sajtósai követtek el hétről hétre a médiában, és háborút indított. Pikáns, hogy Putyin a valódi népírtásokra nem volt ennyire érzékeny, se Szíriában, se a Kaukázusban, se a közelkeleten. Mondjuk persze ott az áldozatok nem oroszok voltak, csak hát néha oroszok követték el, Szóval Putyin a népe iránt érzett szeretetből, az erőszakot elutasítva elkezdte rakétákkal és tüzérséggel bombázni az ukrán városokat, hát eljött békét teremteni. Putyin olyan, mint James Gunn hőse a Peacemaker. Annyira szereti a békét, hogy készölni is érte, amennyit csak kell. Gyerekeket, nőket, hát Istenem, ennyire erős benne a békevágy hogyha én Putyinra és a csapataira nézek, hát nem lennék a háború helyében. Ennek a békeharcosnak lassan járni fog a béke Nobel. Már csak el kell foglalnia hozzá oszlót. Pár légi egység, néhány hadihajó, pár tízezer ártatlan civil halott, aztán gratulálunk, elnök úr, ön mindent megtett a békéért. A háborúval nem viccelünk megteszik helyettünk ezt a politikusok. A legviccesebb Joe Biden, aki két dolgot üzent az oroszoknak. Egy, hogyha támadtok, akkor olyan szankciókat kaptok az arcotokba, hogy az nagyon fog fájni. Húzzatok vissza anyátok seggébe, mert Joe Bidennel kerültök szembe. Jó, azért ez nem rossz, kemény amcsi beszéd. De aztán hozzátette, hogy ha viszont mégis megtámadnátok Ukrajnát, mi semmit nem teszünk. Mi nem fogunk csapatokat küldeni, csak nyugodtan szolgált ki magad, Vladimir. Hát azért ezt talán nem kellett volna előre bejelenteni, de hát nem figyelhet mindenre. Most lesz 80. Ebben az életkorban már nem lehetnek túlzott elvárásaink. A következő ciklusban félek, hogy már nem az lesz az attrakció, hogyha nem alszik el egy sajtótájékoztatón, hanem az, hogyha megtalálja az ovális irodát. A szankciók kis viccek, nagyon rossz viccek. Képzeld el, hogy van egy gyereked, és valami nagyon gonosz dolgot csinál, mondjuk a kis pszichopata megkínozza és megöli a szomszéd macskáját. Mivel bünteted? A. Nem használhatja a konzolt, a netet, nincsen zseppénz, vagy B. Nem vacsizhat együtt a családdal. Hm, a világ természetesen a B-t választotta, tegyük a komisz gyerek életét egy kicsit diszkomfortosá, -e, attól majd megjavul. Egy dolog van, ami tényleg fájna Oroszországnak, ami az orosz költségvetés fele, de hát az orosz gázra és olajra nincsen szankció. Valójában a mi pénzünkből háborúzik Putyin most is. Ráadásul az olajért és a gázért a háború miatt sokkal többet is fizetünk, aztán csodálkozunk, hogy a szankciók nem állítják meg Putyint. Hogyha megemelkedik a zseppénz a szomszéd Mirmur kinyifantása után, az biztatásnak fogja venni ám a kis gyerek. A szankcióknak az a trükkje, hogy odaütünk, ahol a legkevésbé fáj neki is, és nekünk is mint egy koton reklám a leszbikus buliban. Igazából senkit nem zavar, de az se lenne baj, ha nem lenne. Ja, és a legdurvább csapás. Felfüggesztették Putyint a Nemzetközi Cselgány Szövetség tiszteletbeli elnöki posztjáról. Hát most majd magába száll a kis rohadék. Én egyébként nem értem a cselgáncsosokat, hát nem kellett volna ezt megtenni akkor, amikor Csehországban felrobbantott egy lőszerraktárt, amikor idegméreggel próbált Angliában gyilkolni, vagy amikor szarrá lőtte Groznit, hogy Szíriáról és Navalnyiról szó se essik. De ettől még Putyin egy fasz pszichopata állat, én tényleg nem értem a lelkesedést, hogy milyen ravasz, milyen okos, milyen ügyes politikus. Hát baszki, van egy halom olaja, abból van egy erős hadserege, oké. Okay. És most éppen Ukrajnában öli az ukránokat, tehát ennyit körülbelül minden orosz uralkodó tudott. Mert azt értem, hogy Kínával kapcsolatban miért van rajongás? Hát csak hipermodern vasutakat építenek, hatalmas felhőkarcolókat, ők gyártják a mobiltelefonomat, körülbelül az összes cuccot tettőtől talpig, ami rajtam van, és hát bármit le tudnak másolni. Tehát az orosz export. Az elmúlt 70 évben a gáz, a kalasnyikov, meg az orosz multimilliárdos, aki nyugatra költözik és foci csapatot vásárol. Ja, és bocsánat, egyet kihagytam a maffia. Szóval, Putyin ez a ravasz, okos, ügyes politikus azt mondta, hogy Ukrajna nem létezik. Ilyen nemzet, hogy Ukrán nincs. Hát ennek a nem létező országnak az ászlaja alatt jelenleg is az életét kockáztatja sok százezer ember fegyverrel a kezében, egy elképesztő túlerővel szemben, lenyűgöző a bátorságuk és az önfeláldozásuk. Annak ellenére, hogy Ukrajnával szemben sok jogos ellenérzésünk van magyarként, hiszen ez az ország sem biztosította a magyar kisebbség jogait, de akárhogy is, amit most csinálnak, az hősies. Ők ma a szabad világ. Hogyha eddig kétséges volt, hogy van-e olyan, hogy ukrán nemzet, hát akkor mostantól biztosan van. Nekünk magyaroknak különleges viszonyunk van az oroszokkal leverték két forradalmunkat, dobtak nekünk egy Malenki robotot, kaptunk atomfelhőt Csernobilból, 40 év megszállást, és vagy kinyírták, vagy elrabolták Petőfit. Ebből ugye logikusan következik, hogy imádjuk őket, különösen azok, akiknek állítólag a legfontosabb a nemzeti büszkeség, a Fidesz. Az van, hogy a magyar jobboldal egy élő Stockholm-szindróma. Ez az oka, hogy a kormánypárti sajtó a háborút megelőző hetekben olyan orosz propagandát nyomott, hogy kicsit még most is benne van a levegőben, hogy behívják az orosz tankokat, hogy megvédjék a demokráciát a közelgő választástól. Piros lett a paradicsom, nem sárga, előre megy a Vladimir, nem hátra. Haveroma, Dani, kis komis elemző is oda tette, itt nem lesz háború, az amerikaiak rémhír terjesztenek, fake news, mindenhol fake news. Putyin nem egy vérszomjas medve, hanem egy cuki kis mackó. Éleslátás, helyzetfelismerés, időzítés a ti pénzetekből. Aztán jött a Bajer Zsolt, annak semmi esélye nincs. <laughs> Ország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja. Zsolti, te sötét, barom, bunkó, buta, hülye gyökér! Ezt egy hülye is tudja. Te barom állat, te kretén, sunyi, alattomos rohadék! Ezt egy hülye is tudja. Te nyomorult, elmebeteg, félművelt, senkiházi szar! Hát mihez kezdenénk mi aztán kitört a háború, és úgy kezdték törölni ezeket a posztokat, ahogy az Afganisztánt kiürítő amerikaiak égették el a szigorúan bizalmas iratokat. Hip hop nem is mondtunk ilyet, mindig is az ukránok mellett álltunk. Hopp, milyen jót nevettünk ezen a térképen, ami felosztja Ukrajnát, és visszakapjuk Kárpát -alját. Ja nem, 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 már nincs is itt, már nincs is itt. De ez az állapot egyetlen napig tartott, aztán magához tért a Fidesz prop, Miközben Orbán Viktor azon ügyeskedik, hogy egyszerre szúrja hátba a lengyeleket, az Európai Uniót, a nato és Putyint, a propaganda média háborús üzemmódba kapcsol természetesen a Szovjetunió oldalán. Öld az ukránt, ne siránkozz, ne sziszenj mindenki szilánkhoz. Jött a migráns pötle, Ugye ez egyáltalán hogy jutott be az országba, én nem tudom, és rossz magyarsággal elvéve egy kazincidíjas, hazudozó propagandista munkáját beleállt, baszd meg! Lehetett látni, hogy nagyon nyugodtak az orosz katonák, tehát tényleg, ahogy fölállították a rendszert, lőszereket pakoltak ki egy járműből, tehát, hogy nyugodtak voltak, nem volt semmilyen hektika a mozgásban, tehát lehetett látni, hogy itt nincs komoly ellenállás a környéken, azért is nem vonultak fedezékben, hanem igazából nyugodtan végezték a munkájukat. A csodálatos orosz katonák, akik nyugodtan végzik a munkájukat, igazi békés csendélet az ember legszívesebben megfestené. Aztán Hes Pötle kifejtette azt is, hogy miért veszélyes fegyvert osztani egy háborúban civileknek. Ugye ez azzal is járhat, hogy akár pszichopaták, akár a szervezet tagjai megjelennek, felszerelik őket mondjuk AK-47-es Kalasnyikov típusú gépkarabélyokkal, amikkel ugye, ha rálőnek az orosz katonákra, nyilvánvalóan azok viszonozzák a tüzet, tehát így civilek halhatnak meg, vagy pedig ezeket a fegyvereket akár mondjuk a szervezet bűnözés tagjai eladhatják például Franciaországba terroristáknak, amivel később ugye támadásokat hajtanak végre civil lakosság ellen. Megjelennek a pszichopaták, rátámadnak a békésen munkálkodó orosz katonákra, azok visszalőnek, és hát ezért civilek halnak meg. Herr vajon hogyan kommentálta volna 1956-ot? Jöttek a békésen munkálkodó orosz szakemberek, amikor Nagy Imre fasiszta kormánya életveszélyes dolgot tett, fegyvereket osztotta a pszichopatáknak, a szervezet bűnözés tagjainak, potenciális terroristáknak, akik a város számos pontján rátámadtak a testvéri szovjet nép küldötteire, akik nem tehettek mást, visszalőttek, így civilek is veszélybe kerültek. Putyin inváziója, Oroszország nemzetközi elszigetelődése, morális megsemmisülése Orbán illiberális külpolitikájának teljes kudarca. Hát ez nem volt a főni terveiben, érezte is rögtön, hogy baj van, ezért két nappal az invázió előtt felszólított mindenkit, hogy legyen békelét szíves, jó? Aztán nem lett. Én nem is értem. Aznap nem olvasta senki a Facebook oldalát, vagy aznap senki nem nézte a királyi tévét, se Moszkvában, se Washingtonban. Oh. és most már tök nyilvánvaló, hogy barátja, harcostársa, fogadott apja egy tömeggyilkos állat. Emlékszünk erre a képre, ugye? Lehet, hogy egy nap ez is ilyen legendás lesz. De ha nagy a baj, ha már Putyin sem tud segíteni, akkor is van valaki, akire Orbán Viktor mindig számíthat. Márkizai Péter, aki azt állítja, hogy a felcsúti fáraó Putyinnal közösen találta ki a háborút. Ez Márkizai Péter mondása. Hát én értem, hogy a kampány arról szól, hogy Orbán egy gonosz fasz, de azért ne csináljunk úgy, mintha Putyin vele beszélné meg a terveit. Egy kis aránytévesztés, nem? Mint a vicc, hogy megy az elefánt és az egér a hídon, a magyar ellenzék rájuk néz, és elővölti magát, hogy hogy dübörögnek! És még ezen is tovább megy már ki, ez sem elég. Szerinte Orbán Viktor egy személyben felelőse azért, hogy most háború van Ukrajnában? Péter túl bazd meg. Hát bőven elég annyit mondani, hogy aki Orbánra szavaz, az Putyinra szavaz. Orbán tényleg egy kis sunyi tróger, de hát az ér Putyin egészen más kaliber. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.